Hát sziasztok gyerekek, ez itt a GTA 5 videó. Én vagyok Ambrus, és itt van velünk NewV7. Szevasztok. Na, és ebben a videóban azt fogjuk bemutatni, hogy a körözésből hogyan lehet kijutni. Ehhez először, hogy vissza a terepre kéne menni. Először körözésbe kéne kerülni igazából. Hát a körözés az mindjárt meg lesz, nem nehéz dolog. Hát ő... Igazából mindjárt meg is megyem. Meglepődjetek meg nekem, hogy sok a fegyverem. Jó, mert már kiadott a játékot. Bum! Fejbe. Ennyi egy csillagos. Körözés megvan, meg van. De az első rész az szerintem legyen a 4 csillagos, vagy 3 csillagos körözés. De hogy sokból nem megyünk be elsőre. Kettő. Egy. Hát a 1 csillagos körözés simán túl lehet élni. Na és már jön is a rendőr, és ugye alapból a... Mert a egyet az elmész, az simán túl lehet élni. Az első az ugye alapból úgy van, hogy... Csak ki kell menni, hova? Meg mindenféle. Hogyha a rendőrnek neki mész, ugye legtöbbször ő jön beléd, ha neki mész, megkapod a 2 csillagos körözést. Nem ajánlatos meghalni, mert elég bajos. Ó, tényleg. 5000 dollárt kell kiperkálnod. Hát én már sok ideje játszok vele, én már könnyebben kimegyek ebből is. Még én most már a saját autóimmal megyek. Rapid GT, hát ez egyszerű. És... Ez a Rapid GT egy jó gyors autó, ebből igazából csak ki kell menni megint ebből a körözésből, vagy felmész egy hegyre, elmész valami eldugott helyre, bemész a híd alá, és ha ott benn vagy, akkor már nem fognak megtalálni. Tehát ez kisebb szakadékban. Hát ugye vannak hozzá ilyen kódok, én a Rapid GT-t azzal szoktam megidézni, jaj, most majdnem felborultam. Hát az a Rapid GT nem terepre való. Szióka. Upszi. Meg jó, drift kocsi. Össze mennek nekem. Mennyi rendőr, okay. Upszi! Köszönöm, kérek, hogy kérek. És nézz, hogy lájkon alattam fogom. Jó lesz. És négy néz lájk, az jó, mindegy. Na, hát most jó sokan vannak mögöttem, ebből lehet, nem megyünk ki. De, megcsináljunk a nagy kúszt. Én ma kiátszottam az egészet. Amrus, az a... Én már jól nyomom, Arni már lát, a NewV7-t már láttam. Egy gyerekkel kezdi a videóm alá, hogy bandázik a 3-10 éves. Hát nem, mert én 12. A Nikolás Ambrus 11. Az Ambrus az 11. Nikolás 11. Nem, a Pöcs. A ja, Pöcs, ő 11. Ő is 11. Ahogy látjátok, ugye már én már ki is mentem ebből a rendőrök nagyobb, tehát úgy a nagyobb hatóköréből, hogy már nem tudják, hol vagyok. Én most egy rejtőzködő helyre megyek, úgyhogy mindenhol, akárhol vagytok, ó, bakker. Hát ebben nem megyünk ki. Ó, baj van Arnold. Ez így nem lesz jó. Uha! Jaj, srácok, ez így nem sikerült. Bocsánatot kérünk. Hát ez most nem jött a szemem, felborultam. Legközelebb nem ilyen járművel kell menni. Ahogyha meghalom, ne csodálkozzatok, mert futva elég könnyen elkapnak a rendőrök. Hát... De lehet, így is ki lehet menni mindig körözésből. Annyi a lényeg, hogy meneküljetek a rendőrök elő, azt ne hagyjátok, hogy elkapjanak. Ez így igaz. Ha elkaptak, akkor a fegyvereteket elveszik, és például nekem minigunom van, azt majd nem szeretném... Majd csinálok neked egy intrót Ambrus névre, oké? Okay? Jó, a minigunt nem nagyon szeretném, hogy elvegyék. Mert ugye a minigunnal sokat érek, nagyon jó lövő, de bakker itt vannak a nyomomban. Pisztolyak. Gyerekek, amúgy iratkozzatok fel ugye Ambrusra, mert nagyon jó videók lesznek. Nagyon jó videók lesznek. GTA-ról fogunk forgatni videókat. Menő. Ez egy kis csatorna. Ez durva. Na, ugye, hogyha futva menekülsz, vedd rá a rendőröket, hogy ők is kiszálljanak az autóból, mert a rendőrök nem tudnak gyorsan futni. Tehát ilyenkor ez a cél. És még plusz, amit én akarok mondani, vegyél elő fegyver, de valami olyat, ami golyószóró, vagy kis pisztoly, mert vagy gyorsan tudsz futni, tudod. Uzi, vagy valami. Igen. Ez baj van. A hanyom, mondom, dombra nem ajánlatos fegyverrel felfutni, most megpróbáltam. Ugye a fegyverrel nem valami könnyű. Hát, ennyi. Ezt meg is mondtam a konkrétat. És ugye már, ahogy láthattátok volna,
Ó, már lőnek. Bakker videó. Uha. Na, itt van a vázna. Nyugvéhét. Na, most kimentem egy kis időre, de a dombon nem hiszem, hogy gyorsan fel tudok futni. De ahogy látjátok, a fegyver nélkül is elég lassú vagyok. Csak Puma ne találjon meg, mert a Puma az megtámad. Hát, ja. Nem tudsz, na, villognál kétcsillagos körözés. Na, villog, hogyha hosszan villog, mindig az a jó. Mert ez... ha röviden villog, akkor még közelbe igen, vagy. Gyerekek. Ha hosszan villog, akkor már jó. Ez így már, van. Ha már kimész. Na, Vida. Nyugvéhéz. Mondja magad. Uha, hova mászol? Fel a hegyre. Nem tudom mászni. Ja, hogy ja. Ó, már nem villog. Ott vannak alattad. Ennyi. Látjátok, gyerekek? Vége is. Így kell lerázni. Így kell lerázni futva. Hát... első rész. Köszönjük, hogy megnéztetek. Dobj egy lájkot és iratkozz fel. Sziasztok! Vége. Cső.